0630 214 05, tehát 0630 214 05, velem szemben pedig Szenes Andrea, aki riporter volt, show woman volt, ha lehet ilyet mondani, és a Magyar Televízió alelnöke volt 2 éven át, amíg ki nem rúgták a szó legszorosabb értelmében, ugye ez a még a legfinomabb kifejezés, amit használni lehet, nem? Jó estét kívánok mindenkinek! Ahogy eltávoztam a Magyar Televízió alelnöki posztjából, de mint ahogy felsorolod, az életemnek különféle szakaszai voltak, a 2 év alelnökség is az egyik ilyen szakasza volt. Nem biztos, hogy pont az, ami a legfontosabb számomra. Tudunk mi őszintén beszélgetni egymással? Szerinted? Szerintem menni fog. Megpróbáljuk? Nem tudom, mennyire leszel őszinte. Ezen múlik? És ha beszélgetünk, akkor mind a ketten azok vagyunk, nem? Én igyekszem őszinte lenni. Legfeljebb megmondom, hogy nem most, ha olyan helyzetbe kerülök, akkor azt mondom, hogy most hazudnék, úgyhogy inkább nem mondok semmit. Ez lehet? Lehet őszintén kérdezni, mert hogy te főként kérdezni fogsz. Szóval őszinte kérdés, vagy hát nincs, vagy inkább csak kíváncsiság van. Szerintem ezt te jobban tudod nálam. Nagyon nehéz őszintén kérdezni, nem? Tehát a kérdések mögött rejlik valami szándék. A te kérdéseid mögött nem? Én azt szoktam kérdezni, amire kíváncsi vagyok, és arra használom ki, hogy riporter vagyok, hogy megkérdezhetek olyasmit, amit a hétköznapi életben nem mernék megkérdezni tőled például, vagy bárkitől. Tehát sokszor volt olyan már, hogy fölteszek olyan kérdést, amire tényleg nagyon kíváncsi vagyok, és hétköznapi életben elküldenének a francba, hogyha megkérdezném, hogy az első szerelme, hát, vagy egy csomó olyasmi, ami... De most tőlem azt kérdezni, hogy az első szerelem? Nem, ez csak példaként mondtam. Jó. Akkor emlékeztetlek egy kérdésedre, mert megtettem 5 perc előtt, csak a nézők még nem voltak itt velünk. Nem tudom, véget érte már egyébként a meccsem, 5-0 volt, amikor bejöttünk ide a stúdióba. Ha véget ér, akkor majd azt fogom mondani, biztos jeleznek nekem. Szóval, volt egy kérdésed, politikus interjúkat készítettél, vagy portrékat a 96-ban, tehát a Horn kormány zás kellős közepén. Ez így igaz, de már az előző kormány alatt elkezdtem ezeket a politikus portrékat, és még ennek a kormánynak az elején is folytattam. Tehát szinte minden párból több mint 50 riportalanyom volt. Most készülök egyébként, adom ki könyvbe, írom könyvbe őket. Na most az, hogy ezekben az interjúkban nem volt kemény csata riporter és beszélgető partner vagy interjúalany között, az finom kifejezés. Én nem szeretem a kemény csatákat, tehát én nem gondolom azt, hogy egy kemény csata az, ami leginkább bemutatja egy másik ember rossz tulajdonságait. Eleve meg én nem is arra törekedtem, hogy bemutassam egy ember rossz tulajdonságait. Várj, álljunk meg. Hanem mi az, ami bemutatja egy másik ember rossz tulajdonságait? Most furcsán fog hangzani, mert pont azt mondtad nekem most riporter előtt, vagy mielőtt ide leültünk, hogy egy olyan légkört teremtesz, amiben a másik ember leginkább önmaga tud lenni. Hát, és nekem is ez a hitvallásom, tehát én amit igyekeztem teremteni egy olyan légkört a másiknak, amiben leginkább bemutatja önmagát. És aztán döntse el a néző, hogy szereti, nem szereti. De ezt komolyan mondod, hogy azok a politikusok, akik ott ültek veled szemben, ilyenek? Igen. Tehát nagyon sok mindenben ilyenek. Én úgy éreztem, hogy a velem való beszélgetésben jobban önmaguk, mint általában. Lezsák Sándortól kérdezted, és én ezt a kérdést azóta is minden iskolában, ahol megfordulok, megemlítem. Miért ne mosolyogsz? Hát mert gondolom, hogy melyik tudod, kérdést fogsz. Ugye Lezsák Sándortól azt kérdezted, hogy már gyerekkorában is észrevette a környezete, vagy ő maga, nem tudom, hogy csillag van a homlokán, tehát hogy olyan elképesztően tehetséges. Ezt a kérdést te komolyan gondoltad? Ugye mint költőről volt róla szó, nem mint politikusról. Én minden kérdésemet mindig komolyan gondolom. Szinte az az arcpoétikám, hogy abban a pillanatban az a legfontosabb ember számomra, aki velem szembeül, és minden kérdésemet komolyan gondolom. Abban a pillanatban beleéltem magam abban, hogy Lezsák Sándor látja önmagát, és ő számára a költészet és a művészet valahogy fontosabbnak tűnt akkor, mint a politika, és ezért tettem föl neki ezt a kérdést, hogy ő ezt már gyerekkorában is úgy érezte, de nagyon megtisztelő, hogy tanítasz engem. Pont amikor idejöttem, akkor gondolkoztam rajta, hogy utoljára mi akkor találkoztunk, amikor a Jimmy Carter interjúm kapcsán hívtál be az osztályodba a Színház és Filmművészeti Főiskolára. Igen, az egy, de most már úgy is beszéljünk, hogy a nézők is értem, mert félek, hogy kimaradnak belőle. Ez egy sajátos találkozó volt, de mindegy, most hagyjuk ezt. Andrea, igen, ugye két riporter leül beszélgetni, akkor igen, de azért mégse legyen ez a következmény, ami lenni szokott olykor. Volt egy műsorod, a Hívd Andreát című műsor, ami a Szív TV-n ment, akkor még volt olyan, hogy Szív TV. És ebben te próbáltad megoldani emberek problémáit. Ugye? Ez volt a lényege. Igen. Te komolyan hittél abban, hogy az ilyen típusú problémák megoldhatók? Telefonon? TV műsorban?
Valahogy én azért kezdtem el, ugye én pszichológusnak készültem, és azért lettem pszichológus, mert valahogy úgy éreztem, hogy kamaszkoromban, amikor az ember tele van világ megváltó nagy gondolatokkal, hogy valami olyasmit szeretnék csinálni, ami jobbá teszi az emberek életét. Tehát ezért lettem pszichológus, és valahogy a riporteri munkámban, televíziós munkámban is ezt szerettem volna folytatni, hogy valami olyasmit csinálni a képernyőn, amitől jobb lesz annak, aki néz bennünket. Tehát még most is megpróbálok veled úgy szembenülni, hogy ebben a műsorban is, hogyha nézőink közül valaki hall valami olyasmit, amiben magára ismer, vagy talál valami olyan utat az én nehéz helyzeteim megoldására, amiket én mondok neked, amit ő is tud hasznosítani, akkor az jó. És a Hívd Andreát műsorban ezt próbáltam, és ugye ott betelefonálós műsor volt, és szokatlan témákhoz is nyúltunk, és azt gondoltam, hogy eleve, ha beszélünk róla, akkor az már jó lesz, mert akkor, aki néz minket, akkor az érzi otthon, hogy ő nincs egyedül. De Andrea, természetesen minden televíziós azt mondja, hogy ő azért csinálja azt, amit csinál, hogy a nézőknek jobb legyen. Miért kéne ezt nekem elhinnem most? Mert hogy ez így is van. Mert azt mondtad az elején, hogy őszintén beszélgetünk, én ezt őszintén gondolom, ez az én arcpolitikám, és én ebbe hiszek. Tehát ha én ezt komolyan mondom neked, és komolyan mondom itt egy élő adásban, akkor hidd el nekem. Jó, meggyőztél. És sikereid voltak ezzel? Már nem televíziós, hanem pszichológiai sikereid voltak? Én nagyon-nagyon-nagyon szeretem a Hívd Andreát 2 évét. Ugye az én életemben a közszolgálati televízióztam az elmúlt 10-12 évben. Ugye egyszer fent, egyszer lent, egyszer főműsoridőben világsztárokkal, egyszer éjszaka politikusokkal, egyszer kint, mint most. Bár hát nem vagyok kint, mert hogy jogszerint ugye én vagyok a Magyar Televízió alelnöke ma is. Igen? Tehát ez egy ilyen sajátságos helyzet most. Én támfizetést is kapsz? Nem vagyok fizetésen, de jogszerint, mivel hogy ez a eljövetelem elég sajátságos volt, tehát tulajdonképpen egy ilyen méltánytalan, igazságtalan és főként jogtalan furcsa dolog volt, ezért még ma is jogszerint műsor főigazgató, illetve alelnökkel vagyok az intézménynek. De visszatérve a kérdésedre, a Hívd Andreátra, mert az tulajdonképpen egy fontosabb, meg szívemhez közel álló téma, akkor valahogy kikerültünk éppen a Magyar Televízió főműsor idejéből a CIF TV stúdiójába, tulajdonképpen ami az első kereskedelmi csatornák egyike volt, és hát annyi pénzből kellett műsort csinálnunk, ami az MTV-be, a közszolgálati televízióba tulajdonképpen a stábnak a körülbelül egy század fizetése volt. És hát ez